Istenhozott a hetedik napom. A hetedik nap a terv címet kapta ebben a könyvben. Mi is ez a terv? Elmondtam, hogy Istennek az a terve, hogy szeretet kapcsolatba lépjen emberekkel. Ez a szeretet kapcsolathoz, hogy önmagát bemutassa, kiválasztott egy embert, Ábrámot, akit kihívott, aki abszolút pogány volt, mint ott mindenki, kihívott a népe közül, és kiválasztott önmagának, Ábrámból, nép atyából, Ábrahámmá lett, Ábrahámmá tette, a népek atyává tette. Ábrahám nagyon fontos személy. Ábrahámon keresztül látjuk, hogy milyen, ő ugye a hit atya, hogy milyen az Isten kapcsolat, és hogy honnan indul az Isten kapcsolat. Az ő személyén látjuk, akiből egy nagy nép lett, hogy Isten kicsiben kezd. Nagyon picibe kezd, elültet egy kicsi magot bennünk is, és az felnövekszik. Isten, Ábrahám istene, ebből a népből is látszik, amit nagyon sokszor használ az Ószövetség, hogy ő személyes kapcsolatban emberekkel. Nagy nép élet, de a nép mindegyik tagjával Isten személyes kapcsolatot ápol. És Ábrahámból nagyon sokat tanulunk. És azt is mondja a Biblia, hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Mi is, nekünk is a dolgunk az ebben a szeretett kapcsolatban, hogy higgyünk annak, aki teremtett, higgyünk annak, aki pontosan tudja, hogy mi kik vagyunk. Ez a mi dolgunk. Higgyünk és engedelmeskedjünk neki, ahogy Ábrahám hitt és engedelmeskedett. A hit az nem egy statikus dolog, a hit az mindig cselekszik, cselekedet nélküli hit nincs. És ezt Ábrahámban pontosan látjuk. Az ő példája egy állandó példa a világtörténelemben. Ezért szeressük, nézzünk fel Ábrahámra, kövessük az ő példáját, ahogyan ő hitt. El is bukott, mégis ő a hit atya. Ugyanúgy mi is elbukhatunk. Nem mint megengedett dolog ez számunkra, hogy na nyugodtan bukjál el, hanem egy olyan dolog, amit ha megteszünk, amit ha véletlenül elbotlunk, akkor fel tudunk állni, mint ahogy ő is felállt. Így ő a mi példánk is, ő a mi keresztényként, itt a 21. században, ő a mi ősatyánk is, ő a mi példánk is. Mi is Ábrahám leszármazottjai vagyunk, mi is az ő gyümölcsei vagyunk, mi is az ő népének tagjai vagyunk, aki a népek atya, ő a mi atyánk is ilyen módon. Úgyhogy Ábrahám személyéről lesz szó a következő alkalmakon, és ez a nap arról szól, hogy meglássuk, hogy ki is Ábrahám számunkra most. És bele tudjunk feledkezni az ő életrajzába egy kicsit. Hogy a mi életrajzunk is egy kicsit az ő életrajzába tudjon átformálódni. Remélem, hogy a következő nap is velem lesztek, és követjük őt, most ez alatt a pár alkalom alatt már Ábrahámot. Természetesen Krisztus követjük, Istent követjük, de most mind életrajz a könyv szerint Ábrahám van sorom, és az ő példáját nézzük meg azt, hogy hogyan engedelmeskedett Istennek, hogyan változtatta meg az ő életét, hogyan befolyásolta az ő életét Isten. És ezáltal a mi életünket is hogyan befolyásolja, hogyan változtatja ő. Addig is Isten áldjon meg benneteket, és áldott vasárnapot kívánok, feltámadás vasárnapot, mert Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Amen.